Tavaly indult el az a program, hogy minden strandon, a Balatonparton van vízimentőszolgálat és elsősegélynyújtó szolgálat is. Milyenek az idei tapasztalatok itt Zánkán? Hál' Istennek a tapasztalatok elég jók. Szerintem nagy mértékben sikerül megelőzni a baleseteket, és jó néhány egészségügyi problémával fordultak hozzánk, és mind a prevenció, mind pedig a kezelések, a sérüléseknek a kezelése terén szerintem igazán megérte ezt megcsinálni. Rengeteg sérülést elláttunk, úgyhogy az emberek szerintem hasznosították azt, hogy mi itt vagyunk. Milyen jellegű sérüléseket szenvednek a fürdőzők? Hát leginkább ilyen vágások vannak, de napszúrás is előfordul. Van, aki felsebzi a lábát kisebb-nagyobb mértékben, de komolyabb fejsérülések is előfordulhatnak. Most jelenleg nincs valami szép idő, tehát ez a hétvége egy kicsit mostohának mondható, de az elmúlt időszakban volt egy közel 20 nap, amikor nagyon erős kánikula volt. Ennek voltak-e valami negatív hatásai? Hát a napsütés az pozitív, az egyértelmű, de olyan negatív hatások voltak leginkább, hogy napszúrás többször előfordult, és ugye, hogyha többen jönnek ki, akkor több a baleset is. Ez ebből a szempontból meg is látszódott, ugyanis több sérülésünk is volt természetesen, amit el kellett látnunk. De ez ezzel jár, igazából. Még azt szeretném megkérdezni, hogy a fürdőzők mennyire veszik komolyan az intelmeket? Hál' Istennek egyre jobban hallgatnak ránk, úgyhogy igazából, hogyha azt mondjuk, hogy valamire nem szabad, például, hogy a kövekkel nem szabad dobálózni, vagy ilyen iszapháborút szoktak vívni, és ha valakinek a szemébe megy az iszap, az eléggé kellemetlen, és komolyabb sérülés, és komolyabb mellékhatása is lehet. Hogyha felszólítjuk, hogy ne csinálják, akkor nem is teszik. De ugyanez van az üvegpoharak behozásával a vízbe, és a parton lévő dolgokkal is. Úgyhogy elfogadják azokat a dolgokat, amiket mi mondunk nekik. A viharjelzéseket is komolyan veszik? Bár általában olyankor kicsit szolidabb társaság gyűlik össze a parton, de első szóra kijönnek a vízből, hogyha ilyen felszólítást kapnak? Igen, hál' Istennek ez is már úgy alakul mostanság, hogy elfogadják itt is, ezen a téren is azt, amit mondunk. Úgyhogy ha másodfokú viharjelzés van, akkor ki szoktak jönni a vízből. Van egy-két nehezebb eset, de ezt leszámítva igen, mindig elfogadják. Meddig tart a szolgálat? Egy nap, és az idényben meddig fog tartani? Hú, itt Zánka falun május, akarom mondani, szeptember 2-áig fog tartani, ha jól tudom, a szolgálat, de minden strandon máshogy van. Igazából igen, a nyár végéig, a szezon végéig tart a vízimentő szolgálat. És reggel nyitástól strandzárásig? Igen, reggel a pénztár nyitásától a pénztár zárásáig itt vagyunk. Különösebb, súlyosabb eset akkor az idén még nem történt? Ezen a strandon súlyosabb eset nem volt, ugyanis mindent elkövetünk, és a prevencióra nagyon figyelünk. Ugyanígy van a minden reggeli lépcsőt, letakarítjuk, átnézzük a vizet, hogy a vízben van-e valamilyen olyan probléma. Ahogy mondtam, volt már üvegpohár például a vízben, és az ilyen dolgoktól megtisztítjuk a strandot, valamint bent figyelünk arra, állandóan csónakszolgálatba bent vagyunk a vízben, és hogyha valakinél olyan jellegű tüneteket látunk, hogy akár elfárad, akár furcsán kezd mozogni a vízben, akkor oda megyünk, megkérdezzük, hogy van-e probléma, hogyha segítségre van szüksége, akkor segítünk neki, esetleg kikísérjük a vízből, hogyha ő kéri. Esetleg a parton ellátást is adunk neki, hogyha valamilyen sérülés szenvedett a vízben. Hát a továbbiakban a nyár hátra lévő részére akkor szép időt, kevés munkát, de hatékony munkát kívánok. Köszönjük szépen!